lányok. Itt ők a Szőlőskörön szeptember 2-án. Elég sokan összejöttek, de mint kiderült, országos bajnokság is van 50 km-en tudtommal. Teljesen is, ahogy mondtam, Magyar Ultrafutó Liga 50 km országos bajnoksága, és akkor himnusszal tisztelgünk itt a mai bajnokságnak. Szia, hogy hívnak? Szalai Károly. A neved ismerős egyébként, vagy pedig csak egy névrokon, de egy nagyon ismerős. Terepen szoktam futni, és találkoztunk már, akkor kameráztál. És te először futsz itt, vagy már több egyszer? Hát, ha jól számolom, akkor a négyik alkalom, ez most utatjuk, hogy egymás után vagy itt néha? És mi? Ja, és akkor azért jöttél vissza, mert tetszik, gondolom. Hát ez a kedvenc pályán konkrétan, úgyhogy ide jövőre is fogok jönni. Hát ez egy alapkérdésnek, hogy egy szörös kérdésnek kell. És inkább azt mondtok, hogy a terepen edzéseket csinálom, és néha nagyon ritkán azt, hogy szoktam tudni. Elsőnyek főleg azt mondtam, hogy fel a akik néz előttök, lehet szurkolni, senki sem fog megsértődni. Sziasztok, nyomjátok, ez az. Kérdítsük az órákat, mindenki lássa a színinet. Körülbelül 20 éri a letóidőre. Én pedig várok ide vissza a célba majd. Ki milyen teljesítmény. Jó idők lesz. És az eleje már ott tekereg, már ott tekereg. És jobb a tartásra kell figyelni. Milyen jól néz ki a kinyújtó sorra, hogy mennek ki a pályára, kérem szépen. Van ége? A sosszok. Élmező már itt jön visszafelé. Lágasztjék itt a szünket kunkort. Bírom ezt, hogy mindig annyira szuper idő van itt. Hát a táj az meg magáért beszél. Bár most még nem látszik annyira belőle. Meg mondjuk én csak 18-at futok. És érdekességként mondom, épp most zajlik az UTMB, úgyhogy akár nézhetném is, ha nem itt futnék.
túl vagyunk 3 kilométeren, és most nem tudom teljesen megmutatni, de durván hosszan nyúlik a sor. Tényleg rengetegen jöttek. Hát az bőven nem az eleje, és itt látszik, hogy egymás mellett többesben, és hát hátrafelé is, és kezdődik lassan az emelkedő. Na majd. Na légy szíves, hogy hívnak? Szia, Bene Zsuzsa vagyok. Belefutottál a kerepcébe, hogy megszólítottál ezt így elárom a kamerán kívül. Ez emelkedő, annyira nem akartam kínozni az embereket, mert gondolván, hogy az elején nem biztos, hogy annyira akarnak nyilatkozni. És te inkább azt voltam, futsz, hogy terepen vagy? Én terepen futok. És amit keresel itt? Hát ez a vadlánra egy edzés. Ja, aha. Meg ajánlották, hogy jó az a verseny. Nem voltál itt? Nem voltam. Uh-huh. Mondjuk nem bántam volna, ha 2 órával hamarabb van a rajt. Akkor nem szereted a meleget, gondolom. Hát, miért kell? Igen, én inkább fázas vagyok, de itt nagyon hamar rájöttem, hogy elég lesz így egyszer ilyen futótrikóba jönni. Úgyhogy... És mekkora távot futsz? 36. Uh-huh. Hát akkor te kapsz a melegből. És van egy bringás kísérőm, de még ez a fő próba, még nem csináltam ilyet. Csak mondom, nem akarok mellén cipelni, úgyhogy majd meglátjuk. És mondtad, hogy terepen busz, de aszfalton szinte egyáltalán nem. De hát a résztávokat, az edzéseket, azokat aszfaltunk. Mondom, te hosszú mész? Nem. Szóval, sőt, legrövidebben. Nem, az igazság, hogy én szinte nem futok aszfalton. Aztán azért se akartam, hogy most akkor így kockáztatni egy 36-ossal vagy 50-essel. Meg van még más tervem őszre, hogyha most ilyen, ennyi belefér. És hogy nem lesz sem? Nem, most idén nem is nem volt kvalifikáció, mert egyébként nem is akarnám minden évben. Ezt most külön. Illetve még annyit árulja, milyen célidőt tervezel, ha van. Semmilyet. Most semennyire nem készültem. Megmondom, úgyhogy ez full edzésre megy. Aha, tehát ahogy jól esik, húzust nézel, vagy nem? Hát azt azért nézek is, sem annyira. Uh-huh. Jó, de... Én még a kilométernél szoktam megérkezni. Ja, aha. Értem. Hát figyelj, tudom én. És egyébként húzós. Egyébként húzós alapon edzel? Igen. Aha. Edzővel edzek. Uh-huh. Arra. Arra. Már megvan az alibid. Hajrá! Hú, hát tűzdőnap. Hello. Tűzdőnap emelkedő. Hajrá! Hello! Na jó. Ki az a szerencsém? Szia, Papászló. Na és honnan jöttél? Pestről. Szóval voltál már itt? Aha, ez a harmadik. Aha, és akkor miért jöttél vissza? Vagy miért jöttél először? Van, sok az ismerős. Aha. Például te... Bandázni? Bandázni, igen, bandázni. És a tavalyi vagy a tavalyi előjöttél, hogy tetszett? Hát mindegyik tetszett, különben nem jöttem volna. Mondjuk ez egész, ez a... annyira nem, de... Emelkedők nem a barátaid annyira? Tessék? Emelkedők nem annyira a barátaid? Vagy? Hogy, de. Vagy időjárás függő is? Jobban szenved az ember, hát ezért jöttünk többnyire. Főleg, ha még én beszéltetlek. Ja, nem érdekes. Addig nem vagyok elfoglalva a saját műgömmel. És milyeneket szoktál futni, meg milyen hosszokat? Meg mennyire jársz így az országban? Ez az 50-e. Uh-huh. Ez a határ. Hát az tök jó. Ja. Hány éve futsz egyébként? 10. Hát én picit talán több, de... Vagy 11, valahogy úgy ilyen. Ilyen öregkori. Tényleg, akkor miért kezdted ilyen későn? Hát a 50 éves koromig fociztam. Ja. Hát az is eléggé futás. Azért már untam a heti sérüléseket. Mozgás meg kellett, és akkor így
vagy mond. Tényleg, amikor a foci után elkezdtél futni, akkor milyen távokkal kezdtél? Mert hát a kondi az megvolt. Hát 7-10, idejönnek. Hát arra való kondi. És miért kezdted növelni a távot? Tessék? Miért kezdted növelni a távot? A szokás? Tipikus öregkori betegség. Mert hogy hol vannak a határaink? Gyorsulni nem tud az ember, akkor legalább hosszút fussa. Úgy sem, hogy látszó, hogy eljövök, csak jól mutatta, hogy a színes alak a képen. Szóval, hát az ott szembe a Kaphegy, ugyebár? Csak az lehet, gondolom. Igen. És egyébként, amikor mész más aszfaltos versenyre, akkor hová szoktál? Hát, Isten igazából, ahogy Pestre. A Stájára, meg a Vimicsikterre, két BSS-re, ott őre nem. Ja, akkor így vidéken úgymond itt kint a... Itt szinte csak itt? Mert itt Veszprém megyében, amúgy Balaton-Edelicse főhadiszállású, lejjem odavalósi csapatunk zöme is. Úgyhogy se közvetve vagyok Pesti, ott laktam be egész futó. Így van futókarrierem az ideköt. Itt a Bakony környékére, Tapolca kezdte ilyen. Akkor kedveled ezt a környéket. Jaja, hogy még inkább értem. Ú, de klassz tényleg. Ez a panoráma. Igen, az igazság, hogy szerintem ez egy olyan talán, ami... Vagy nem tudom, most nem tudom a mások utók, hogy vannak ezzel, de hogy nem annyira brutál a szint, de ugyanakkor mégis azért gyönyörű a táj. Tehát nem a prélén futsz. Igen. És így ilyen vegyes, hogy igen. Ilyen természetben is futsz, de mégse szintes. De azért csak van benne. Hát meg ami van szint, az jó eloszni. Amikor most itt 4.30-at mutat az órám. Egy olyan tempóval jövünk. Ami meglep, mert én nem szoktam. Én nem is érzem, hogy az nagyon jó. Most nem tudom, hogy szigorúan lehet ezt venni. Hát jó idő lett, durván. Sziasztok, a napot! Még ilyenre is gondolnak a szervezők. Hú, de jó kép lesz ez. Hello! Csomansz egyet? Csomansz egyet? Újra találkoztunk. Hát igen, 17-ben. A szonda az... Honnan tudod, hogy akkor volt? Az első szóldos korom. Aha. Hát arra emlékszem. Komment interjú vollak. És azóta egyébként minden évben visszajön. Sziasztok. 2018-ban. Utána nem sokkal Covid. Aztán valahogy most jött ki. Ja. Netán volt szerepe ebben a jubileumi futásnak, vagy tök véletlen? Véletlen. Meg a szalagnak volt. Meg a szalagnak, mert igen, nem volt szalag. Aha. És egyébként, jó, néha mondjuk látom, hogy milyeneket fúz, de azért mondd el. Akár távot illetően is. Hát azóta nem nagyon volt ultra. Hát nem is azt ultra, tehát hogy... Hát inkább csapatba. Lukán meg a Tiszán, ott ilyen. De akkor hát a csapat, akkor gondolom azért valamennyire igyekezve. Tehát nem annyira buli futás, hanem... Hát az első hely. Ott az, igen, ott azok voltak. És akkor itt pedig van valami cédő? Nem, szalag. Szalag motivál. Aha. Még esetleg... Régebb lenne a régieket megfutni, annál egy kicsit jobbat, de... Aha. De akkor te mennyit futottál? Hát az... Az első az 40, valamennyi jött. Hát ez tök jó. Szerintem. A második is 5-30 körül. Hogy annál kicsit bejebb, azt mondom, hogy elég elekedik. Na, akkor jó futást! Neked is. Köszi.
Itt jó lesz. Hará! Hajrá! Hajrá, hajrá! Hajrá! Köszi! Hajrá, ügyesen! Hajrá! Elképesztő hosszú sor, tényleg nagyon komoly. És már milyen sokan elmentek, nagyon komoly. Hajrá! Ki ez van? Kik ez van? Szerencsé, honnan jöttetek? Nagy Attila Bác. Van egy kis emelkedés, megyünk felfelé. Te szoktál felvenni, nem? De igen, igen, igen. Voltam itt már. Hát szerintem... Igen, láttam már felvenni. Talán ez a hetedik kávé alkalom. Kemény vagy. És hogy jelenti a versenyre? Tavaly itt voltam annyira, mert megölt, hogy újra jelentkeztem, hogy revans. És milyen távra? 50. Hát... Tavaly is 50, idén is 50. És mi volt a futsz? 23. Az igen, 23 éve? Igen. Az komoly. És mi a kedvenc távod? 21 kilométerre, nem kellett. És akkor amikor kimész futni, akkor mennyiket szoktál általában? 15 kilométer minden reggel. Uh-huh. Az úgy körülbelül milyen, vagy milyen tempóval? 5-5-5-30 körig. Hát vagy is tudom, de jó volt, hogy milyen, hogy honnan filmezzelek. 5-30-est. Hát akkor lényegileg majdnem ilyen másfél óra, vagy egy 25 perc. Igen. Egy óra 25 perc. Tehát úgy még dolgozni. És minden nap? Minden nap. Az komoly. Reggel 6-ra. A 15 kilé egy héten, az akkor 105 km-re vélek, hogy kb. A 75 az a minimum. Aha. És milyen gyakran jársz versenyekre? Most már hitkában, de igen. Majdnem minden hétvégén. Meg hogy aszfalton futsz így rendszeresen? Inkább. Még terepes voltam, de most már inkább aszfaltos. És hogy váltottál? Meglepő, hogy terepről vált valaki aszfaltra. Lett egy kislányom, akivel otthon kell lenni. Aha. És kedvenc tehetség, vagy kedvenc versenyek esetleg? Például ez. Szőlőség. És miért? Hát, nem, jó a rendezés. Szép a táj. Valaki írta nekem a napok, amikor kiderült, hogy jövök ide. Ő is írta, hogy jön. És mondta, hogy nem tudom, ez a jó szorá, hogy van-e valami misztikuma. Hogy lehet, hogy nem arra gondolta, hogy valami miatt, hiszen sokakban benne van, hogy azt egyszer el kell futni. De a szülő, inkább, én lehet, hogy inkább azt mondom, lehet, hogy arra gondolt, hogy az egy fogalom talán. Igen. Ez ugyanúgy, mint a borvidék. Igen, 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 igen. Öcsik. Igen. Igen, mint tényleg, hogy itt jöttünk előbb, a kilátás meg itt is. Pont ezt mondtam az előző srácnak, hogy egyfelől szép tájat látsz, de mégsem brutál terep. Tehát a szint azért van benne, de ugyanakkor mégsem egy terepverseny, meg lehet, hogy valakit az is elriaszt a tereptől, akár lábad elé kell figyelni, nem kell. Nem, nem. Tehát szint az van, igen. De nem kell a lábad elé figyelni. Igaz. Mert én meglepődtem, hogy rengetegen vannak. 400-an vagyunk 50. Az 50-es távon 400? Az igen. Be, beharangozás szerint. Aha. Hát akkor viszont jó, hát akkor... Teljesítményt ugráztam. Aha. Én onnan kerültem hát. Komolyan? Igen. És mennyi ideig? Hát, az a futás előtt volt? Igen. Hát közben. Ugyanúgy. Aha, együtt. Ugye futottál is, meg teljesítményt ugráztál is. Előbb itt beszélgettünk. Kamerán kívül, de akartam, hogy ezt elmondd, hogy... Szóval telekiről meg, amit a... 2000 volt a teljesítményt ugrázok. A hazajárós sokféle. Teleki túrából megvan az összes, 22 darab, a vulkán túrából, amit decemberben rendeznek a Börzsönybe, abból egy hiányzik. Nem semmi. És Kazincit is mentél, ahogy mondtad. Kazincit, úrul. És egyébként akkor viszont még mindig jársz teljesítmény túrákra. Hát már nem annyit, mint rég. Nem, jó, hát nem annyit, de a kiemeltekre, igen, majd a mi kedvencekre. Igen, igen, vannak kötelezők. Ha, ez tök jó. Hará. Itt elmenjünk egy kicsit Barnak felé. Hát jó, mindegy, úgyis ráérek. Jó, eljövök még arra. Úgyis ráérek. Hát,
holnap, ha megint egy valami hölgyet. Honnan jöttél ki, ez van a szerencsém? Én a Tiszató hazájából jöttem, Tiszafüredről. És hogy, hogy ide? Hívnak. És hogy jöttél ide? Tessék. Hogy jöttél ide? Felettem még nem sok verseny van, úgyhogy ha jót akarunk futni, akkor el kell jönni Dunántúra. Uh-huh. Tavaly ez volt az első. Akkor már visszajöttél. Évig meddig ultrán. Uh-huh. Előtte csapatba futottunk. Úgyhogy... Szép verseny, jó verseny, imádom a felvidéket. Az az álmom, hogy 60 éves koromra legyen itt egy szőlőbirtokon. És igazából azért jövök. És most nézed ki az úton, hogy hol legyen. Lelket, igen. Aha. Köszi. És mit akarok? Még ennyivel nem úszod meg. Ja. És most mondtad, hogy tavaly itt volt az első ultrád végül is? Igen, az első 50, aha. És mi vitt rá, hogy fussál ultrád 50-et? Hát elkezdtem futni 3 éve, és akkor lejöttem, hogy ez a nekem való sport, mert imádok magamba lenni. Uh-huh. És erre kevés volt az az idő, amikor csak 5-6 kilométert uh-huh. futottam. De annyi megbeszélni való van magammal, hogy kellettek a hosszak. A nagy álmom a spártatlan, amit egy ilyen futás után mindig átértékelek. Igen. És egyébként futottál már az 50-nél hosszabbat, vagy akarsz-e, hogy egyelőre így ez? Igen, egy hónapja futottam a Korinthos 80-at. Az jó. És hogy is lett a meleg? Vagy ennyire volt ott most meleg? Vagy az mennyire volt most éjszaka? Megint az év legmelegebb napja volt. És az milyen napszakban volt neked? Déltől éjfélig. Aha, ez komoly. Déltől 4-ig az 35-6 fok és iszonyat pára. Aha. És hogy az megviselt. Aha. De hát ez visz előrébb. És idén mit tervezel még? Meg itt most van valami idő, fél idő? Nem. Korinthos után előtt már egy kicsit a várdén megadta magát, úgyhogy most az a célom, hogy még legyen egy ilyen kis... Ja, mert egészségesen. Egyébként meg évente 2 maratont futok. Uh-huh. Egyet tavasszal, egyet meg a szülinapomban októberben. Aha. Úgyhogy még a szülinapi maraton van hátra. Ezen kívül. Aha. Jelszeg ott van a Tiszató körül. Aha. Legszebb helyen a világon. Na jó, én elbúcsúzom. Szabja utat. Hello, hello. Köszönöm. Szia. Hajrá. Hajrá, hajrá. Sziasztok. Hello. Vizet kérek szépen. Sziasztok. Köszi. Egy vagy kettő. Na, majd kettő mindjárt. És más köszönöm tudok is segítgetni? Rendszeres segítők vagytok? Hát talán idén vagyunk először staffok, de a csapatunk az rendszeresen fut ezen, de most idén bevállalunk. Aha, akkor könnyek állaktok valamennyire. Nem. Ja. Akkor olyan. De sok esztergomi futónk. Igen. Aha. Úgyhogy egyébként is jöttünk volna, de... És más köszönöm tudok is segítkezni más versenyeken? Vagy csak most ugyanódott? Szoktunk segítkezni más kamera. Versenyeken is. Kamera. Mit üzensz? Izom, víz vagy kóla? Anyukámnak azt üzenem, hogy szeretem. Szuper, na. Ez nagyon szép. Te is szoktál futni? Nem. De majd fogsz. Ha szeretnéd, akkor most is futok. Tesi órát szeretted? Aha. Na, azt kérdés, ott mit? Foci inkább, vagy micsodát? Mindent szeretek. Mit üzentek, kedves futók? Hogy ízlik a pálya? Nagyon jó. Volt, nem voltál még itt? Nem. És hogy eljöttél? Anyukám fut 50-et. Én meg felmaraton szerettem volna, de 18 egy kis emelkedő volt. Azért megfelel annak. És akkor anyukád miért jött ide? Én meg nagyon nagy futó. Aha. Ja, aha. Akkor neked meg se kutyan ez az 50. Emelkedővel lehet, de egyébként nem. És ismeri ezt a versenyt? Vagy itt a... Még nem volt, ez az első, de ismeri. Ja, és akkor könnyek miatt jöttetek ide? Hát igen. Uh-huh, uh-huh. Így van. És te terveztél valamilyen idővel? 2 órán belül, elvileg, ha tartom a tempót, nem. Na, nem tartalak fel. Szia, Gábor! Hello, szia! Nézem a videóidat. Szia, örök neki. Mont Blanc a kedvencem, meg a második kör. Aha. Te is szoktál terepen futni? Mostanában hanyagolom, de egyébként igen. Aha. Inkább az volt az utóbbi időben időhiány miatt. És mi miatt? Jó, hogy időhiány. Úgyhogy... Igen, Mont Blanc.
Hát most nem, ma van egyébként épp a verseny. Az a vicc egyébként, hogy én szívesen néztem volna videón, de hát most eljöttem ide videózni. De kíváncsi vagyok, hogy... És az igazság, most tettem mondani a kamerának is, hát tudjuk, hogy az amerikaiak már évek óta üldözik, hogy legyen az első amerikai győztes, és amikor reggel felkeltem, hát két amerikai vezetett, és mind a kettő, hát elég esélyes, hogy bennük van a lehetőség, és talán 10 perc előnyük volt a többihez képest. Úgyhogy én megmondom, hogy én drukkolok, hogy végre megszülessen az első amerikai győzelem. Ráadásul az egyik a Jim Wons, aki egy nagyon komoly futó, megérdemelni, ő már azért jó pár éve üldözi az UTMB-t, és ő nagyon, tehát az is nagyon motiválja, hogy ő legyen az első amerikai, úgyhogy, hát mind a kettő megérdemelni egyébként, de én inkább a gymnek szurkolok. Nézd meg, de szép itt is. Gyönyörű. Tavaly frissítő ponton voltam a harmadi elágazónál, és akkor eldöntöttem, hogy az idén lefutom. Mátékról kaptuk ugye a segítségére. Ingyen nevezést, úgyhogy nem lehetett már nevet mondani. Hú, de itt a felvétel. Na bizony, bizony. És te milyen távokat szoktál futni? Félmaraton a távjaim. Utóbbi időben ugye, ahogy mondtam, az előbb idő hiány miatt inkább ez a 10-re fölhoztam magamat. 10-ek, de azt inkább ilyen leföl. És itt is, tényleg az a vicc, hogy ez lehet, hogy véletlen így nekünk, de hogy egy csomó tárgyénkba jövünk. Így van. Reggel azon az emelkedőn ott, ami azért csak fárasztó, csak fölfelé, ott is árnyékban, most itt is árnyékban. Mázli. Úgyhogy ez így főleg így már 29 fokot mondtak. Már csak ezért is így egészséges, ez pont ez a 20 kili, pont jó, sportol az ember egyet. Így van. Nem hagyja szét magát. Hát így van, otthon van. 29 fok az még élvezet. Vagy, hát ilyenkor még nincs 29 persze. Nézzük, ilyen édes. Kis csikó. Szevasz. Gyönyörű Balaton felvidék. Hajrá! Hajrá! Honnan jöttél? Eger. Hogy bírod? Nagyon jól, már most így a végén. És milyeneket szoktál futni? Hát figyelj, ilyen 30-18-20. És hát az Eger azért nincs köze, hogy eljöttél ide? Mert jöttek a többiek, az egri futó nagykövet, Szívó Sorsolya, ja. És a társai. És ő máskor is szokott jönni, gondolom. Igen, és ők az 50-esen indulnak, ők jönnek mindig. És mit mondanak a versenyről? Dicsérik. Csak jót. És gondoltam, kipróbálom én is. Aha. A rövidebbet. És mit szólsz hozzá? Jó. Csak nagyon meleg van. Igen. Azt kell. Hát már csak 1 kilométer. Figyelj, az unokám vár a célba. Úgyhogy... Te mióta futsz egyébként? 3 éve. Ja, az tök jó. És mekkorákat szoktál végülis? Hát figyelj, kétszer futottam le a maratont, és félmaratonok inkább. És amikor így hetente futsz, akkor mennyiket szoktál? Hát 3-4 alkalommal megyünk. Van egy nagyon jó egri futó közösségünk. És hát akkor egyszerre kimentek vele. Többen? Igen, velük megyünk. 10-12 kilométereket. Hogy is lett a verseny? Jó volt, köszönöm szépen! Időjárás vállalható. Na, gyönyörű! Levegő nincs most. Ez is megvan. Még sincs este. Téged hogy is hívnak? Rezsi Rebeka. Rebeka, sziasztok. Na, akkor neked meg ez lesz a leghosszabb távol. Pontosan. Szuper. És hát... meg lesz a kettő. Na, hát akkor gyerünk. Szóval egy kis csapat, Rebekáék, Attilának, Gáborral. Szintén együttesen. Nem tudom, hogy végig videóztanak 18 kilométert. Nem, azért nem. Akkor nagyon-nagyon geni vagy. Na, szép volt. Utána meg jó kis időtörtés, hogy végig nézzétek ezt a 2 órát, amivel célba érkeztek. Gratulálok, is. Jó fajta. Na, gratulálok. Sziasztok. Gratulálok. Köszönjük. Oké. Csipet oldalt látom. Jönne. Gyönyörű. Na, így látszik szépen. Jó.
Na jó. De azt mindjárt is adom a csipet. Na, gratulálok akkor. Köszönöm, Gábor, gratulálok én is. Na, leadom én is a csipet, jó. Célba pedig ilyen finomság várja a teljesítőket, a futókat. Szőlő, banán, alma, díny, narancs, szemle, zsíros kenyér, a sós süti a végén. Na kérem szépen, itt van puszi! És látj, azt hiszem nekem is itt az ideje, hogy nyújtsak. Fantasztikus vagy! Cigi Victoria! Ilyen mosolygós és jó kedvű maradjál mindig! Jó, de szeretem ezt a zenét. Hú, de régi zene. De hát így van ez. Ami régen jó zene volt, az most is jó zene. Elvileg azt mondta Rebeka, hogy pont, ja ott a Máténa, hogy pont 2 órás idővel értünk be gyakorlatilag. Halihó! Na, hogy a megy? Emelkedő futunk. Ja, egy... igen. Milyen jobban menni. Ez tényleg... Úgyhogy... Még egy egész 2 km, de ja. Nem érzem a csit a hajrára, úgyhogy... befutok így. És milyen jó, voltak? Meg... Hogy bírtad a meleget? Jól bírtam. 50-es távon futottak lányok nagyon jó tempóban, úgyhogy velük jöttem, amíg nem volt elágazás. Utána meg full egyedül. Mondták, hogy hát tavaly, most lehet, hogy nem tudom tavaly milyen idő volt, és lehet, hogy most nem olyan erős az 50-es, mert én vagy nem tudom, de tavaly volt 3 órán belüli 50-es. És most meg szerintem még nem, jó, nem figyeltem annyira mindent, de még el tudom képzelni, hogy még 50-es nem is ért be. Úgyhogy, hát sőt, szerintem előbb egy, jó, mondjuk már előttem egy 4 órája onnan, de nem kizárt, hogy utána 4 órával ezelőtt, vagy mikor ért be az első 36-os. Tehát most lehet, hogy nagyon sokan, nem tudom tavaly milyen távok voltak, de lehet, hogy sokan az 50-re mentek, és a 36-ra kevesen. Hát akkor végig jól érezted magad. Figyelj, igen. Mondom, itt ilyen légüres térbe futottam az elágazástól. Ja, de csak ez a mostani óta. Igen. Hát ez pár kili. Ja, igen. Előttem sem, előttem sem. Akkor elégedett vagy magaddal. Szuper. A küldetés érte. Célját, mondjuk így. Jó, jót tett a felkészülésnek. Igen. Király. És a te bicikli segítőd. Igen. Aha. Nagyon jól működött ez a kis. Egyébként ez annyit jelenti, hogy a frissítő nem is álltál meg, vagy ő mihez kezdve? Nem álltál meg, átsuhaltam. És akkor ő adott, tehát te nem is vett, hogy szervezi a frissítést? Nem, hát tehát csak sajáttal. Úgyhogy ennyi. Jó volt. Na, kétszer megálltam, akkor fejemre öntöttem valamit, de nem álltam meg effektíve. Ja, tényleg is, tényleg, mert viszont ha ő így kísér, akkor ő vizet is tanít, tud locsolni. Tehát ez ők azért tud segíteni, nem, hogy, vagy nem tudom mennyi vize van, de hogy akkor így végül is... Nem locsolt, locsoltam én magamat. Na jó, oké, de úgy értem, tehát hogy... Mert a... Egyszerű földi halandó, aki nincs kísérője, az lehet, hogy 40 percet asztalódik a napon. És itt van Balatonszőlős. Jó. 800 méter. Na, ha nem haragszol, hogy látom vissza, mi nézek. Jó. Megnézem, kik jönnek. Na, szintén szuper vagy, nagyon jó, király. Gratulálok. Szia, szia. Most már tudom, hogy te vezeted az 50-es sort. Hogy ment? Nem jól. Ez csak egy ilyen átfutó verseny neked, vagy valami komoly is? Így, vagy hát te voltál aztán 48 óráson. Igen, igen. Az hány hete volt? Hát egy... Nem tudom, 2 hete, 3 hete. Óristen, akkor nagyon jó regenerálódsz. Ja, igen. Az igen. Hát ilyen szép. Jubiban kezdtem, ilyen sokadik helyen, nem tudom, ilyen 10. helyen körülbelül. Hát így szépen bemelegettem olyan 30 kilométerre, aztán jöttem föl. És akkor ezek szerint miután, hogyha ennyire pár hete volt, akkor így nem is készült és semmi. A futca, hogy jól esik is, ami jön. Ja, abszolút, hát nem volt így. Most
semmi célom. Igen, igen, igen. Lefutni. Aha. De sikerült neki, hogy meg lesz az első hely. Hát mi neki jabáljuk el, hogy a kilométer, de reméljük, hogy meg lesz. Aha. És akkor ebből következően ilyen időcél, meg semmi ilyesmi nem volt. Nem, abszolút nem. És azóta 48 órás után, de csak annyit beszélem, amit akarsz, hogy így, ilyenkor hogy telít a regeneráció az elmúlt hetekben? Semmi extra. Hát egy pár napot nyilván pihentem, aztán így szép lazán elkezdtem edzeni, sokat hengereltem, masszázs, úgyhogy semmi extra. És amikor elkezdtél futni, akkor mennyiket? Meg mennyire tempósan vagy, akkor itt jó ideig inkább. Hát, nagyon lazán ilyen, persze csak egy ilyen 5-6 kilométer, aztán 10, nyilván ilyen 6 perces lent, tehát ilyen nagyon lazán. De szépen ahogy éreztem, hogy úgy kezd visszajönni az erő, akkor így egyre többet, meg egyre gyorsabban. És pont múlt héten volt egy esésem, amiatt még az sem volt biztos, hogy el tudok itt indulni. Ops. Terepen gondolom. A tereten elestem egy kőbe, kicsit a bordám sérült, az még mindig szúr. Aha. Meg a bal nagy ujjamra estem rá, ami hát kicsit egy kificamadott, meg kifordult. Úgyhogy még az is fáj, de ezzel futni tudok, az a lényeg. Ja. És egyébként te mindig terepen edzel, vagy hogy néha a pályán, hogy akár atlétika pályán esetleg, vagy hogy az? Hát most azt mondtam, hogy többet aszfalttal és kevesebbet terepen. Meg azért néha bemegyünk atlétika pályára, beac pályára. De ilyen éves szinten, mondjuk két hónap pálya körülbelül. Tehát most épp ott futunk, de úgy nem jellemző. Aha. És ha kérdezted az egy ilyen szakmait, hogy nálad mennyire van ez, hogy pulzus a futás, meg mennyire van, hogy ilyen intenzitás növelő, meg ilyenek. Meg milyen mennyiséget futsz egy évben? Vagy akár hetente? Hát inkább hetit. Tudok mondani ilyen. Hát ilyen 150-200 kilométer. Néha 200 felé sikerül fölmenni. Húzost ezt annyira nem nézem. Inkább érzésre. Hát azért... Még van elég tapasztalat. Hány éve futsz? Hát már több mint 30 éve. Az van igen. Egy kis tapasztalat már, igen. És akkor azt is mondjuk el itt a videóra, hogy milyen eredményt értetek a 48 óráson? Hát az összes aranyérmet elhoztuk. Igen, kb. Ennyire érmik csak a csapatot. És akkor egyénivel ez hogy volt? Hát erőknél Randy kiért egyéniben, a férfiaknál én. A csapatban pedig szintén a női meg a férfi csapat. Aha. Ott ahhoz hány ember jelentetett csapatot? Kettő. És akkor Brown Vicky meg Rabi Krista volt a női, és a Fodor Szilárd meg én a férfi csapat. Szóval 48 órás világbajnok aranyérem után most így itt, pár héttel utána. Hát végül is, ahogy számom kb. 3.40 alatt. Hát körülbelül 3.30 vagy. Igen, azért. Hát ez tök jó. Ez az, amikor így nem is készültél rá, de egy kellemes meglepetés. Hát igen, most abszolút ilyen edzésből jöttem, de... És te mennyire jársz vissza erre a versenyre? Hát, sokszor voltál már, azt hiszem. Hát most negyedszer, igen. Aha. Olyan innen. Igen, az lesz. Hát, ő, te mész belül, csak én maradok itt kint. Gratulálunk Szabolcsnak! 10. szőlőskör, bajnoka, illetve országos bajnokság első helyezett abszolút kategóriában. Nagyon jó! Majd
Szép volt. Gratulálok! Szép volt. Szóval szinte, hogy ágostom, végre találkoztunk személyesen is. Igen, nagyon örülök neki. Milyen versenyed volt? Nagyon jó, igazából sikerült szóba kerülni. Végre tavaly 4 óra 7 percet mentem, az volt a terv, hogy ez megjavítsa. Úgyhogy úgy látszik, hogy sikerülni fog. Örülök neki. Hogy bírtad a meleget? Jól igazából, hát balatoni gyerek, akik itt lakott a Tarnádiban. Általában napsütésbe szoktam menni edzeni, úgyhogy muszáj hozzászokni nyáron. Most éppen milyen tempóval jönk? 4.15, mert húzott valamelé, úgyhogy... Ja, Isten őriz! Jó, nyúlva! Épp azt érezem, hogy mondom, az azért nem gyöngő. Hú, és... jó, hát viszont, ahogy nézegettem, igazából neked ez a táv úgy már egy rutin, nem? Igen. Erre szeretnék feledzőn, hogy minél gyorsabban tudjam, aztán majd... Ahogy belelépek ebbe a ultrás életkorba, akkor majd hosszabbakat. Tehát akkor egyelőre inkább gyorsulni akarsz, és utána emelni a távot? Szerintem 80 km volt a legtöbb, úgyhogy fokozatosan az ultrával okosan kell csinálni. De akkor mostanság néha futsz olyan hosszút, és inkább így 50-en, vagy így ahogy alakul? Ahogy alakul a párti verseny, júliusban voltam, hogy 63 kilisen a Celtic 63 ajkán, meg augusztus másodikán voltam Lóputon terepversenyen, az 56 kilig volt meg 2000 szint. Köszön. Azt érzem, hogy az ottani terepezés az most nagyon jól jött felfelé Vászlónak. Edzővel készülsz amúgy? Nem, egyedül. És milyen módszerrel? Ahogy látod, Gábor Szaván, ami jól esik általában, 20-30, ez itt egy napi 20-al szoktam futni, ahogy jól esik, aztán ennyi. Meg néha jól érzem magam, akkor futok bele gyorsabban, de jó ide, öröm futok. Csak majd ezt szépen fel kell húzni a tempót. Hát nagyon durván jövünk most is. Végül, úgyhogy... Ja, hát ez OTMB is most van. Igen, most egyébként, most mennyi a versenyidő? Ja, 54 lát. Ó! 3.54, ja. És te eddig hányszor futottál 50 felett? Vagy számolod egyébként? Meg kell nézni, most nem jut eszembe, de azért párszor. 10-szer biztos, hogy többször. És akkor ezek szerint egy állandó részmű vagy a Máté versenyein. Igen, nagyon szeretem. És melyik a kedvenc? Szőlőskör. Nem tudom, de nagy hangulatban. Ja, akkor amiatt. Akkor ezek szerint ez az egyik épő versenye, mondjuk? Igen. Aztán az alap. Idén még mit tervezel? Még lesznek 50 kilis bajnokságok állomásai, úgyhogy azon végig menni mindenképpen. Tényleg, és egy évben vagy hetente te mennyit futsz? Hát egy átlagosan 140-200 km. Az igen. Majd én a bója mellett jövök. Igen, igen. Na, hát elég durva tempót jöttünk, és ő 50-et futott így, komoly a srác. Hát az 50 kilométeren ugye nagyon sok korcsoport van, érdemes majd nézni a köridőpont.hu-t. Hát gratulálok! Az abszolút ilyetben! Szuper voltam, nagyon durva! Ilyenkor az ember így tényleg úgy megtapasztal, hogy mennek a gyorsak, kemény! A helyzések szempontjából fontos, hogy megint hát igen, de a heti 150 kg mondjuk, vagy több. Beraszabi is azt mondta, vele beszéltem még. Szabi nyomja rendesen, hogy ezt nézzétek! Hát hozzákához kell azért! Na mit mondasz így? Hát annól Szűz Csaba, amikor futotta az országos csúcsot,
ő is 200-252 edzetések maratonfutó, csak egy ilyen maratonfutó volt, ott útrán is mindenki szétvett volna feljebb, meg szerintem, mert idatlan gyors volt, Szűcs Csaba is egy nagy példakép, úgyhogy mettem fent van az edzéstárba, hogy miket részt tudott, írdatlan. Hát és akkor figyeled az ilyen komoly futókat, az alapján is itt tanulgatsz, úgymond? Igen, szeretnék hát így magyar felmenőket nézni, mert megint megismerni a futótársadalmat, tehát tartsunk össze, ja, annyira nem támogatott. Jó, ha az ember tanult tényleg a legjobbaktól, az biztos. Igen, úgyhogy. Na, szuper, gratulálok még egyszer. Köszönöm szuper. Szépen, Gábor. Aztán jó regenerálódást. Köszönöm. Ja, örülök, hogy találkoztunk tényleg nagyon. És hogy ürod a meleged? Azt hittem jobban. Most egyébként készülsz valami nagy versenyre? Hát, 24 órára készülnék. Az mikor lesz? Október 28. Uh-huh. És ahhoz egyébként ez egy ilyen felvezető verseny, vagy csak egy, ez egy ilyen... Végig olyan magas. Hát, a megengedett pulzuson mentem is, és az ennyit adott most. Jaj, tehát jó, tehát direkt nem is akartad, hogy följebb menjen, hanem lesz, olyan idő lesz, amilyen lesz, csak úgy a pulzus szerint. Hát figyeltem a pulzust, hogy mi az a... amivel úgy mehetek. És, de őszinte leszek, rohadt nehéz volt. És ez a rossz fiú. Igen, én vagyok a hibás. És köszi, Jani. Szóval hiányzik a szintes futás, tudod? Úgy, mert úgy érted, hogy nem futsz eleget, az hiányzott itt? Most két hónapig a barátalan voltam. Ja. Nem futottam szintet. És most meglepődtem, hogy milyen gyenge vagyok, szóval. Érdekes. Ja. Érdekes, mert hát amúgy meg szoktál, tehát hogy... Igen, otthon edzek bőven rá Esztergomban, de... Tényleg ott mennyit futsz terepen, meg mennyit síkon? Hát mondjuk úgy, hogy 3-1 arányban az aszfalt, sík, de én otthon edzek minden héten. Szintezek is. De most... Ez elmaradt. Sziasztok! Aztán arra gondoltam, hogy 24 órához nem kell szint. Jól leszek így, de látod, elég kimerített. De nem baj. Gyomrodós, rendben volt? Nagyon boldog vagyok, mert a tanítványaim tök szépen mennek. És itt vannak a pályán jó sokan. Viszont kávé. És te, már két másik futótól is megkérdeztem, hogy te egyébként mennyit futsz, akár egy héten vagy egy évben? Hát, heti szinten a 120 átlapom meg. Most nyáron egy picit többet bringáztam, és kevesebbet futottam a szokásosnál. Jól tett a keresztedzés a lábaimnak, mert aha. De akkor kényszerűségből. És akkor kitaláltam, hogy igen. Kevesebb kilométer szél. Viszont a kondi megvan így. És akkor zöldringa. Akkor ez így jó volt. És amikor visszatértél a többfutásra, akkor megmaradt a kondi. Ja. Egy dolog van, hogy most a szintek hiányoztak. És igen, igen, igen. Ezt érzi a vázim, tudod? Aha. Ja, de jó, itt vagyok. Ja, ja. De nem baj. Átjövök a túloldalra. Tényleg egyébként most, lehet ez buta kérdés, neked van olyan, hogy versenyen, hogy úgymond örömfutás? Tehát, hogy vagy itt az... Vagy... És az milyen? Hát, az elejét mindig örömmel futom. Az első felét. Vagy inkább az edzésekben, akkor inkább úgy kérdem, tehát arra gondolom, hogy annyira az idő nem érdekel, hanem csak úgy, hogy jól érzed magad. Persze van heti kétszer könnyű futás, az arra való, hogy regenerálódjak, pihenjek. És egy héten összesen hányszor futsz? Hatszor. És abból kettő könnyű.
Na, itt van az időmérésed. Na, gratulálok, de ott még eljövök a célig. Ezek a versenyzők folyamatosan. Mint ahogy itt van velünk Szabó Béla és Szeba Béla. Gratulálok Bélának, megvan az 50-es. Hernádi Laci szintén itt van velünk és megjön. Szia, honnan gratulálok! Szervusz, meg is nyertelek! Hogy ment? Hát küzdöttem, meg toltam ám, de ott voltam folyamatosan minden pillanatban. Sétáltam a hegyeket, hegyeket, dombokat. Hogy vétel az időjárást? Azt én bírom, Spárta. Ja. De azért frissíteni kellett volna, de hát pontokon elég volt, megoldottam. És milyenek? Te hanyadszó voltál itt? Első. Komolyan? Na és hogy eljöttél? 2 év után nem futottam semmit, ez az első verseny. Az igen. Latinak akartam gratulálni, majd fogok is. És honnan jött, hogy ezt választottad? Ó, nagyon beleillek. Latika! És hogy tetszett a pálya meg az egész? Nagyon jó, de ismertem UB-ről, BSM-ről, az összekötős az kemény. És most miket tervezel ezután? Még a vadlán, az is 50. Még nem csapok bele a nagyokba. Na, örülök, hogy találkoztunk, gratulálok. Szia. No hát akkor, mesélj, hogy élted meg? Ilyen melegben, amikor futok, akkor mindig azt mondom, hogy jó is volt meg. Nem tudom, lehet csinálta mondani, szar is volt. Igazából összességében jó volt. Tavaly ezt képest jobbat futottam, de az az 5 óra az nem lett meg. Ilyen 5 óra 15 perc. De tavaly ugye 5-21 lett, úgyhogy ilyen 5-6 perccel jobb az időm. Nekem már ez már jó. Meg engem a meleg az, ami korlátoz. A meleget azt ugye tudom javítani annyira, hogy most voltam múlt héten egy ilyen, hát egy ilyen saját ilyen melegterápiás, nem tudom, ilyen magasséghajlatú edzéseket csináltam utóbbi 2 hétbe. Jó, akkor készültél a melegre. És készültem a melegre, direkt melegbe futottam, magas páratartalom, olyan 35 fok és 80%-os páratartalom. És ez mennyire jött most vissza, hogy sikerül, mennyire nyertél vele, vagy mennyire... A meleget annyira most nem éreztem, nem szédültem, nem volt, úgymond az, hogy felbevágva meleg. Szóval ez összejött dolog, jól sikerült az a felkészítés, úgy ebben a szemben. Azt gondolom, hogy a meleghez hozzászokni egy ilyen kell, mert itthon nem lehet hozzászokni a meleghez, mert hideg van, meleg van, de ráedzettem magamat a melegre és a páratartalomra. Most ez így visszahozta az eredményét, úgyhogy ez jó volt. Úgyhogy majd jövőre erre megedzek. Na, az tök jó. Jobban, úgyhogy jó volt. Szuper, na, gratulálok. Köszi. Varga Ferenc vagyok, Dunaszerdájról. Igen, tehát Felvidékről jöttél. És 5-5-ször voltál itt most. 5. alkalommal, igen. És hogy tetszett most a verseny, meg mit adott ez a verseny most? Minden éve sok mindent ad először is, sok-sok szenvedés. Meg miért pont ide jössz egyébként? Hát pont elégetted, mert láttam a videódat a YouTube-on. És a környék mennyire tetszik amúgy? Nagyon-nagyon-nagyon a hangulata is, magának a versenynek a hangulata, de maga a környék is. Lehetne kicsit több helyen árnyék, de nagyon jó a pálya, nagyon jó. Frissítés is nagyon jó. Nagyon jó a hangulat ennek az egésznek. Maga Balatonszőlő és fantasztikus hangulata van. Igen. Nagyon szeretek ide járni, és jövőre is 6. alkalommal is jövök. És örülök, hogy megtaláltam a videódat a kicsit YouTube-on. Kicsit egyébülök. Mert csak picit, hogy belehallatszik talán, vagy nem, bár nem tudom, hogy honnan mi hallatszik bele. Örülök, hogy megtaláltam a videódat a YouTube-on, hogy azóta is ide járok, visszajárok. Egyébként most is lesz. Olyan mond, meséltem másoknak, hogy most is, hát ahogy más videóimban is láthattad, hogy futottam egyébként, hát az elején persze hobbi futok, én most csak 18-at futottam, viszont a végén meg az 5-vereseknek a legjobbjaival is, vagy például a férfi győztesen is futottam egy ilyen 6-7 percet, úgyhogy tényleg ilyen vegyes felvágott ez, de pont ez jó, hogy mondjam. Ráfutottál mellettem, nem akartam a hátba eregetni, hogy ilyen a Gábor, jaj de jó.
találkoztam vele személyesen is. Pedig egyébként tényleg azért jó, ha bárki oda szól, rép, azt meg megint csak meséltem valakiknek, hogy néha nem tudom, hogy kit szól, tehát valaki látszik, hogy megszólítatom, de valaki meg nem, mert hogy teljesen átszellemülten fut, és így tök nehéz kitalálni, hogy ki az, akivel lehet beszélni, ki az, aki nem, de aki által megszólít, azzal már szinte biztosan, hogy... És neked milyen versenyed volt? Milyen verseny volt, amit elvártál ahhoz képest, hogy sikerült? 8 perc. Tavaly ugyanez a pálya volt. És tavalyhoz képest 8 percet javítottam, úgyhogy mindenki... Tök szuper, tök jó. És többet edzettél rá netán, vagy csak véletlenül így jött ki? Nem, többet is edzettem. Szabó Gábor segítségével. Ja, ha. És te mennyiket futsz hetente, vagy havonta, vagy? Hetente ilyen 100-110 km. Az is komoly, az igen. Aha. De ez a Gábor edzés, ez a, hogy mondjam, gépárd edzés. Igen, nekem is ez rémlik, hogy ők sokat. Százasok. Vagy tehát nekem rémlik, hogy ők elég sok kilométert szoktak futni, nem? Ugye? Meg nekem ez újdonság, ezek a feldarabolt élek, hogy a százasok, 200-asok, 300-asok. Mert hogy érted ő ezt, hogy feldarabolt? Úgyhogy például nem egy vaza 20 kilométeres futás van előírva, hanem a 20 kilométeres abban van például kezdődik. 20-30 perces könnyű futás, aztán jön 10x100 méter könnyű gyors, aztán jön 20x200 méter, 30x300 méter, és aztán így összeadódik. És utána jön egy 30 perc lendület, és aztán így összeadódik. És miért kezdtél el edzővel dolgozni? Elsősorban a kíváncsiságból, hogy tudok-e még fejlődni, azért 50 éves vagyok. Elsősorban a kíváncsiságból, mert sok mindenkitől visszahallottam, hogy van értelme edzővel dolgozni. Aha. És ez, de most ezt hogy éled meg? Mert gondolom, úgy sem fogod azt mondani, hogy nem. Tehát úgy sem fogod azt mondani, hogy nem érdemes. Tehát gondolom, akkor ezek szerint érdemes is. Mindenképp javultam, mert előtte is már, nem mondom, hogy régóta, az utok 11-12 éve futok. De úgy olyan, beálltam egy ilyen, elértem ilyen standardot, és nem tudtam túl lendülni. De viszont éreztem, hogy tudnék, csak magamtól nem tudtam túl lendülni. És azért segített az edző és az edzés. Azért segített túl lendíteni, hogy megmutatta, hogy még tudok, még mindig jobb tudok lenni, és jobb is lettem. És ezek után most milyen célok vannak még? Találkozunk figyelmében össze 24 órára. Ja, nem, miért mész a 24 órásra? Igen, meg hát most legközelebb Kassán a maraton, 100. Aha. Ott is valamilyen időcél. Jobb, mint előzőleg. Az mennyi idő neked most? Három óra, harminc perc volt. Az igen. 5.06-os tempó. Az igen. Szeretnék jobb lenni, hát. Az komoly. Na, te ezt így most... Nem olyan komoly azért. Hát azért hozzám képest, ho! Nem olyan komoly az azért, de... Az nagyon szép. Magamhoz mérve... Az nagyon jó. Már ezt az időt már a Gábor erőtözéseivel futottam meg. Úgyhogy... Igen, van értelme. Előtte neked mennyi volt a maratoni időd? Hát a legelsőt, az 18-ba futottam Kassán, az volt éppen, hogy belefértem, 4 órába volt, 3.59, 49, és onnét fokozatosan javultam. Értem. Na, tök szuper, na örülök, hogy találkoztunk, meg jó érzted magad a verseny, jót futottál. Na, köszi szépen, szuper jó. Na, aztán további jó futásokat, szia! Szerintem lassan lekonferálom a videót. Hát most már lassan 3 óra lesz, úgyhogy 7 órája vannak úton az 50 kilométeresek, vagy 6 óra 50 perce. Gyönyörű időben sok szép futóélmény született. És ahogy mondják, ahogy a francia, én szoktam mondani, a terepfutó legenda, az a szép ebben a sportban, amikor ezt a terepfutásra mondja persze, hogy mindenki ugyanazt éri át, aki lefutja mondjuk 4 óra alatt, az ugyanúgy azt érzi, hogy teljesítette a kihívást, a távot, mint aki mondjuk 7 óra alatt, vagy 7 és fél alatt futja le. És ez itt a lényeg, hogy mindenki elégedett lehet magával, beletette a munkát, és megvan a jutalom,
No, hát gratulok minden teljesítőnek, aztán további szép futásokat kívánok!